A kampány több részből áll. Selectai.sk címmel a témával kapcsolatos honlap indul, míg az iskolásokat a Rivalda Színház közreműködésével interaktív előadás sorozat várja. Papírgyűjtő versenyt is indítanak számukra. A győztes csapat tárgyi jutalomban részesül, és egy ausztriai hulladékfeldolgozó üzemben tehet látogatást. A Csallóközi vásárban játékokkal és ajándékokkal várják a gyerekeket. A célunk az volt, hogy pozitívan, kreatívan és barátságosan közelítsük meg ezt a témát, és ráadásul aktivizáljuk a lakosságot, elsősorban a gyerekeken keresztül. Sokrétű kampányelemeink vannak, ezekről rendszeresen tájékoztatom majd többek között a médián keresztül, a Facebook oldalunkon keresztül és ugye a városi weboldalon keresztül is. Papír, műanyag, üveg. A kampány ezen hulladékok szelektálására hívja fel a figyelmet. Szlovákiában az elmúlt években javult a helyzet, de még mindig van hová fejlődni. Podľa štatistík ročne priemerný Slovák vyprodukuje okolo 300 kg odpadu, ale vytriedi z neho len okolo 10-15 kg. Kdežto už napríklad v susednom Česku vytriedia z toho objemu komunálneho odpadu už 40 kg. Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtés Dunaszerdahelyen az eddiginél nagyobb arányú lesz, a szemétdíj további csökkentése is elképzelhető. Szeretnénk, hogyha minél több olyan osztályozott hulladék kerülne a nemzetgazdaságba vissza, amely igazából nem az albári szemét tárolóra kerülne, amely után, mint tudjuk, komoly díjat fizet az önkormányzat, és hát ennek folytán pedig tudnánk csökkenteni a szemétdíjat a polgárok felé. A kampány október végéig tart, amely nem csak a szelektív hulladékgyűjtésre, hanem a város szebbé tételére is irányul.